A biztonságos közlekedésről nem lehet eleget beszélni. Figyelemfelhívó és oktató céllal szervez már évek óta programot a Magyar Autóklub. Ez egy komplex program, elméleti és gyakorlati feladatokkal. Az elsődleges célcsoportunk természetesen pontosan azért, mert a felnőttekre, a gyerekekkel tudunk hatni. 6 és 18 éves korosztály az egész országban kiterjesztjük ezt a programot. És a program a biztonságosan közlekedni egy életúton elnevezést kapta. Ez egyrészt utal a célcsoportokra, másrészt pedig arra, hogy nem csak regionális szinten próbáljuk oktatni, hanem éves szinten 27-33 helyszínre jutunk el. Azt kell felrakni, de mi? Nem szabad kerékpározni. Ott se, meg főútvonalon se. Igen, nem szabad behajtani. Itt be szabad hajtani. Nem. Itt sem. A gyerekek kipróbálhatták a biztonsági övszimulátort, tanítva őket arra, hogy mindig legyen bekapcsolva az autóban a biztonsági övük. A következő fog történni, miután ugye bekötöttük magunkat, föl fogjuk venni a részek szemüveget, és megnézzük, hogy milyen az, amikor valaki itt a állapotban közlekedésben részt vesz. Tiszta homály az egész. Alig látok valamit, igen, mindenből hármat meg négyet látok. És ahogy ezt meghallottad, próbálj meg megállítani az autót. Elütöttük? Muszáj,